a teodicea szónak, ami egy eléggé szakkifejezés, több jelentése is van, de ahogy a ma az angol használják, azt a kérdés jelenti, hogy hogyan tud egy jó Isten olyan világot teremteni, amelyben gonoszság van. Ezt a kérdést tesszük fel, és lássuk, hogy az iszlám hogyan válaszol erre. Először is hagyd mondjak valamit, amit gyakran szoktam a diákjaimnak. Ez az egyik legfigyelemre méltóbb tény a vallás történetben, hogy nyugaton sokan fordultak a vallás Isten és a kereszténység ellen, mert nem tudták megoldani ezt a problémát. Úgy értem mindannyian, Bertrand Russell, miért nem vagyok keresztény, és még sok-sok más műben, amit filozófusok és hétköznapi emberek írtak. Rengeteg emberrel találkoztam, aki ezt mondta. Nem tudok inni Istenben, annyi gonoszság van a világban. A holokausz természetesen nagyon nagy hívjás elé állította a zsidókat is, teológusokat. Hogyan történhetett egy ilyen tragédia? Nos, a nyugati világon kívül nem ismerek egyetlen olyan nem nyugati embert sem, aki e kérdés miatt hagyta volna el a vallást. Ez egy nagyon-nagyon érdekes tény. Nem csak muszlimok, hanem hinduk, buddhisták, sintoisták, konfuciánusok és bárki, keleti zsidók, azok, amiért ez a probléma így kialakult, és ami ekkor a felháborodást keltett a nyugati kereszténységben, és ami miatt olyan sok ember elfordult a vallástól, az az, hogy nem akarják megérteni, hogy a világ nem Isten. Van egy metafizika emögött. Ez azt jelenti, hogy a világot megteremtették. A teremtés Istentől való elválasztottságot feltételezés csak Isten a jó. És ezért az elválasztottság a jóságtól való eltávolodás jelenti, ami valójában a gonoszság gyökere. És az iszlám gondolkodók írtak néhány nagyon-nagyon mélyértelmű írás, különösen Ibn Arabi, de sokan mások, rúmi, a szúfik, bizonyos teológusok, mint Gazali, akik egyszerre volt szúfi és teológus erről a kérdéskörről. Vagyis, miért lenne ez probléma? Vagyis, ha Isten az abszolút jóság, akkor semmi más nem lehet tiszta jóság, mert semmi más nem lehet Isten. Tehát a kérdés, amit az embereknek fel kellene tenniük, hogy miért teremtette Isten a világot? Ez az igazi kérdés, nem az, hogy miért van gonoszság a világban. A világ mindig is világ. Tudják a híres arab mondás, ad gyúnya, ad dunya, vagyis a világ az világ. És a világtól ne vágy tökéletességet, mert a világ nem Isten. A mélyebb kérdés, ahogy mondtam, az, hogy miért teremtette Isten a világot. És az iszlámnak erre is van válasza. Mert sok keresztény teológus azt mondta, hogy az egy misztérium, azaz Isten szerette a világot, ezért teremtette a világot és adta érte egyszülött fiát, hogy az új szövetség mondja. Az iszlám számára ez az a híres hadisz, a, tehát, hogy Isten azt akarta, hogy megismerjék, és azért teremtette a világot, hogy őt megismerjék. Bizonyos értelemben ez egy önmegnyilvánulás, Isten önkinyilatkoztatása. Van egy cím, William Csittik egyik csodálatos könyvében, amelyben a világ Isten saját önfeltárulkozása. És Istennek szüksége van idézőjelben önfeltárulkozásra, mert Ő a végtelen. És az isteni végtelenségnek magában kell foglalnia a megnyilvánulása, a teremtés, a kalk, az önfeltárulkozás lehetőségét. És ebben rejlik annak megértésének gyökere, hogy miért van a világ. Ez tényleg túl metafizikai kérdés ahhoz, hogy ennél többet elemezzek. De a fontos dolog, amit a hallgatóságnak tudni kell, hogy az iszlám gondolkodakat, hát, hogy egy sétköznapi embereket soha nem zavart ez a probléma vallási szempontból nincs olyan taxisofőr aki napi 16 órát vezet, és nagyon szegény, 12 embert kell etetnie, hugát, sógórnőjét, nagymamát, nagynénit, akik mind otthon ülnek, és várják, hogy hozza a kenyerüket, és azt mondják, hogy jaj, milyen szörnyű világ, mennyi igazságtalanság van, nem beszél arról, hogy mit tesznek velünk a kormányok, és ezért nincs Isten. Ez fontos megérteni, hogy ez a kérdés soha nem kérdőjelezte meg a hitüket sem Isten jóságában, sem Isten mindenható hatalmában. De ezt a teológiailag megmagyarázni a teológusok és különösen a metafizikusok hatás körébe tartozott.